Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának keretében az elmúlt években felújították a régi vezetékeket, valamint bővítették is a hálózatot. Több mint 180 kilométer új vezeték épült, és újabb 8000 ingatlan csatlakozott a rendszerre, amely 20000 lakost érint. A program részeként korszerűsítették a Polyák-Bokori szennyvíztisztító telepet is, amelyben az iszapkezelés során keletkező biogáz gázmotorokban történő elégetésével villamos áram és hő előállítása történik, amely jelentős mértékben járul hozzá a telep gazdaságos működtetéséhez. Ez nagyon fontos, hogy ez a megnövekedett szennyvízmennyiség, illetve az alapból az egyes számú szennyvíztisztító telepet már leterhelő mennyiség átkormányzására van lehetőség. Itt azok a városrészek, amelyek a 8 km hosszú nyomó vezeték mentén találhatóak, itt a Debreceni úttól a Borbányán keresztül végig, ide a kettes számú szennyvíztisztító telepre dolgoznak. Ez az a szennyvíztisztító telep, amely a mintegy 20000 lakost érintő megnövekedett szennyvízmennyiség tisztítására a legmodernebb technológiával ad lehetőséget. Itt mögöttem ugye a iszaproszható torony található, azért nagyon fontos, hogy az energiaellátásába is azért a zöld irányba ment el ez a telep, hiszen gázmotorral rendelkezik a termet, gáznak a felhasználásával igyekszik majd az üzemeltető nyilván a legoptimálisabban üzemeltetni ezt a szennyvíztisztító telepet. A fejlesztés eredményeképpen jelentősen csökken Nyíregyháza város és agglomerációjának talajvízszennyezettsége, s mindez környezetvédelmi szempontból is komoly előrelépést jelent a térség számára. A rendszer bővítésével a csatornázottságban közel 100%-os lefedettséget értek el. Lényegében elmondható, hogy Nyíregyházának a csatornázottsága 96% körüli. Ez nagyon magas szám, nem csak az Európai Unióban is, de Magyarországon pedig a vidéki városok között úgy gondolom, hogy kiemelkedő. Meg kell említeni, hogyha egy kicsit a számokról beszélünk, egy 10,3 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatást kapott vissza nem térítendőt a város, és sikeresen pályáztunk a projekt megvalósítása elmúlt két éves időszakában, mint egy 1,3 milliárd forint önerő támogatásra. Ez a saját erőnket még ezen felül csökkentette. A projekt záró rendezvényen az is elhangzott, hogy a próbaüzem már sikeresen lezajlott a megújult szennyvíztisztító telepen, így az üzemeltető Nyírség Víz ZRT már rendszerszerűen használhatja a létesítményt.